Sziasztok! Ez itt újra egy speciálisabb kis előzmény szériál adás. Ugye a héten, 19-én debütál hivatalosan az idő kereke Wheel of Time sorozat első évada, bár ma már egyes szerencsések megnézhetik az első 1-2-3 epizódot Angliába és Amerikába bizonyos helyeken, de mindenkinek legjobb esetben is csütörtöktől 19-én válik elérhetővé. Szerencsére nekünk pont van ingyenes 1-2 hetes Amazon szolgáltatásunk, vagy hát Amazon Prime streamünk a tévén, és valószínűleg utána meg lesz még hosszabbítva évvégéig 899 kemény forintért, most ilyen akció van fél évig. Így akkor valószínűleg ott fogjuk majd megnézni a premiért, illetve hát majd szeretnék talán az első részről, de első egy-két részről is beszélni külön, mert elég régóta vártam ezt a sorozatot, 4 könyv elolvasás után. De viszont utána olvastam a könyvek összefoglalóját a további 10 könyv esetén, illetve plusz egy előzmény. Hát az, az igazság, hogy bármi sokkal mozgalmasabb könyvek voltak azok egyébként, mint jó sok előtte lévő, egy nagy katyhoztat, és saját önmaga szabályának is sokszor elmondott a széria. Plusz nem szeretem azt, amikor valakik csak úgy feltámadnak, mert egy ponton egy kisebb, és nem is a fő gonoszt, egy kisebb gonoszt megölnek. Tehát ilyen dolgok voltak benne. Egy nagy sorozatban nem volt ilyen, maximum az 5 évesek meséjében. Na mindegy, szóval ez idegesített, de alapvetően az időkereke világa egy érdekes világ, ami elegyíti a Jürg ura, a buddhizmus, a hinduizmus, az újjászületés, a gyakorlatilag az ilyen klasszikus felnövés történetek, illetve az egyedi varázslat használat módjait, jellemzőit. És egy érdekes ilyen katyasz alakul ki, sőt van vele egy kis Harry Potter is, ugye az eszedályok, ugye, hogy kezd, eszedályok nevelése során, ami egy, olyan, mintha mondjuk egy 16 pluszos, 18 pluszos Harry Potter néznétek, amikor a gyerekek ugye tanultak a varázslóiskolába, csak itt 99%-ban hölgyekkel, mert itt azért ez nem 5 éveseket tanítanak itt. Bár azok is vannak, de a fókuszban a könyvben, illetve a történésekben azért inkább az ilyen tini korszaktól felfelé láthatjuk tanulni ezeket a hölgy tanoncokat, akikből az Aes Sedaiok lesznek. Remélem, jó, hogy tettem ki. Igazából ma egy ilyen érdekesség robotot, hogy bevezetőt akarnék mondani ez a sorozathoz, egy bemutatót arról, hogy mik az érdekességek, illetve mi az alapvető tétise, és az alapja az egész sorozatnak, hogy ez egy 14 kötetes vagy könyves sorozat, és plusz egy előzmény, amiből lett van egyébként 3, nem egy, csak már meghalt sajnos ugye az író, és az, aki befejezte amúgy a regényeket is, hiszen már 2-3 regényen a vége előtt meghalt az író, az már nem akarta az előzményeket is befejezni, mert ott nem volt annyi forrás már meg, sajnos, hogy ezt megtehesse, és maga nem akart hozzá kitalálni dolgokat. Szóval ezért végül 14 plusz 1 kötet lett, mert utolsó 2 vagy 3 kötetet, ami egyébként egy óriási, hatalmas kötetben jelent volna meg eredetileg, egy másik írónak kellett befejeznie. Brandon Sanderson talán, most nem is pontosan a nevére, igen, Brandon Sanderson. És ő ugye Robert Jordan az alap kitalálja és írója az egész sorozatnak. Aztán így végül 3 kötetbe jelentették meg az utolsó kötetet. Itthon egyébként az összes kötet 2 könyvben jelenik meg, tehát 2 részlet összetett szedve, ami egy valamire jó, hogy dupla pénzt szedjenek el, tehát és legyen 28 plusz 1 könyv, mert az előzmény kötet azt hiszem az szerencsére egy kötetbe jelent meg. Ami fáj, hogy ezek a könyvek ugye tégla alakban kötött és nem kemény kötésben jelentek meg, szóval gyakorlatilag egyszer kétszer olvassátok és ennyi körülbelül a kiadványnak. És sose szerettem, főleg egy népszerű sorozatnál nem tudom megérteni ezeket a dolgokat. 1-2 ezer nőne az ára mondjuk, maximum. És azért szerintem a legtöbb ember ezt kifizetné, megtették ezt annól a Gyűrűk uránál, megtették a Harry Potternél, itt is megtennék. Főleg most majd a sorozat után, nem tudom miért olyan formában meg. A sorozat, majd a könyvsorozat és arról szokott hívő sorozat is számtalan esetben merít egyébként az európai, ázsiai mitológiák világáiból, mondjuk a Tolkien Gyűrűk urá is, valamint a hinduizmus, vagy valamint a temető buddhizmus körforgás elméleteiből, az egyensúly, a kettősség forrásából, a természet tiszteletéből és a kereszténység
teremtés elméletéből. A világ teremtője itt ugye az Istennel egyenlő, körülbelül a sötét úr sájtán, milyen érdekes, nem? A sátán hozható párhuzamba a történetben, míg itt Dark One-nak szokták az angolba fordítani, sötét egyetlen, de sájtánnak fogjátok sokszor olvasni, vagy akár talán majd hallani a sorozatban is. Brandon Sanderson, aki elvállalta a befejezését a sorozatnak, egyébként egy hatalmas nagy rajongója volt az egész könyvsorozatnak, illetve már akkor is fantasy író volt, azóta pedig ez bőven jellemző rá, csak úgy ontja magával a köteteket. A szerencsére már rendelkezésre álló megmaradt anyag bősége miatt be tudta fejezni, viszont csak három kötetbe tudta ugye megjelentetni a sorozatot. Természetesen segített neki az író özvegye is. És egyébként elég sok mindenben segített utána a kiadások és sok minden más marketing és egyéb dolgok terén. Az előzmény kötetnek egyébként Új tavasz a címe, az 2004-ben jelent meg, még Robert Jordan írásával. És gyakorlatilag egyszerűen fogalmazva Moraine-ról, ugye hát a könyve legismertebb és megismert Aes Sedai-ról szól, igazából egy viszonylag közvetlen előzménye a történeteknek, mert egy fontos részén indul a sztori, majd erről kicsit később, ami összekapcsolható ugye a fő sztori vonal ággal, az időkereke könyvsorozón belül, illetve hát magával Moraine-nel, aki az egyik főszereplője ennek az egésznek. Az időkereke, ahogy ezt láthatjátok, híres a hosszúságáról, a részletesen kidolgozott világáról egyébként, nagyon hosszú leírások vannak. És emiatt élvezetes is egyébként ez pont ez a része. Az a része nem, amikor ilyen tini felnövéses, ilyen kicsit ilyen, tudjátok, ilyen, jaj, akartam mondani, ilyen young adult regényeket, hát kicsit, hát előre vívő, mert ugye akkor még nem voltak ezek, amikor ez megjelent 1990-ben ez a sorozat, de olyan, mintha azokra utalna már előre. Pedig az írónak előleg csak egy ihletése volt a Tolkien gyűrűkora művéből, hogy fiatalok legyenek a középpontban, hiszen ő is imádta azt a könyvet. Mégis később valahogy ebből nőttek ki szerintem részben a Young Adult könyvek. Ha elolvassátok a könyvet, akkor látjátok, hogy itt azért a tinik élete és a felnövés történet az is nagyon fontos részét képezi. Pont ez a rész, ami szerintem a leggyengébb. Pont a világalkotása, amit itt dicsérnek sokan, illetve a mágia rendszer, és a sok-sok érdekesebb szereplő az, ami inkább kiemeli szerintem az átlagból. Ez nagyon fontos, hogy a legtöbb fantasy emelkedjen ki az átlagból is. Hogy a legjobb fantasy ki tudnak valamivel, és az említett Harry Potter-vel az nem teljesen fantasy véleményem szerint. A Gyűrűk Ura, a Trónok harca, stb. Az ki tudott nőni. És nagyon olvashatos volt. Egyébként ez is elég olvashatos, de iszonyat hosszúak a leíró része, és nagyon el van nyújtva. De maga alapvetően az írónak a stílusa, fogalmazása, hogy olvashatos, csak túl sok benne a felesleges sarlon, tudjátok? Nem is ez az én véleményem. Ugye remélem, hogy az állítólag 8 évadosra tervezett tévésorozatban tényleg azért lesz 8 évados, mert lenyesik azokat a részeket, amik feleslegesek. A 8. kötettől kezdve egyébként mindegyik könyv vezette a New York Times bestseller listáját, a sorozatot pedig 2014-ben Hugo Award díjra jelölték, ami egy eléggé fontos díj a fantasy berkekben. Több 10 millió példányt adtak el a könyvsorozatból, világszerte készült belőle számítógépes játék, szerepjáték, zenei album is. És a megfilmesítését már egy 3-szor próbálták legalább terbe venni, és a televíziós adaptálása a sorozatok tekintetében is már egyszer korábban elindult, de aztán végül a Sony Pictures tudta megoldani a dolgot, és ő hát kapott rá a dologra. Aztán ugye az ügyesség kapcsán ugye a Prime, az Amazon Prime videó fogja ezt bemutatni, de alapvetően a Sony forgalmazta, vagy kezdte el elkészíteni, aztán ugye a Prime-nak kiadták, de igazából ez egy közös elkészítés lesz. Az alapfelvetése az egésznek igazából annyi idő kezdetén a világ teremtője létrehozta az univerzumunkat és az időkerekét, mely kipörgeti minden élőnek az életét, ahogy fordul, létrehozza a mintázatot, a világ szövetét. Keréknek egyéb iránt 7 állása van, és mindegyik egy kort jelképez nékünk.
Ezt az egyetlen hatalom tartja mozgásban, amelyet az igaz forrásban nyernek a történetben. Ennek a hatalomnak két fele volt, vagy éle volt. Volt a férfi Sidin, illetve a női Sidar, melyek ellentétesek voltak egymásnak, akik képeztek egységet is egyben. És ez forgatta a kereket. Ennek a hatalomnak a használatára bizonyos emberek voltak csak is képesek, ők az Aes Sedaiok, akikről már beszéltem, illetve akik képesek azt fókuszálni. A teremtőbe börtönözte saját ellenpárját, Shaitányt, a sötét urat, a teremtés pillanatában, aki így nem férhetett hozzá a kerékhez. Azonban a legendák korának nevezett ilyen korai időszakban, mint mondjuk mondhatnánk ezt a Tolkieni első kornak így hasonlatosan, a hatalom megkísérletező Aes Sedaiok véletlenül a világra szabadították a sötét urat. Ő aztán neki látott összegyűjteni azokat a lényeket, akik hűségesek voltak hozzá, hogy kiszabadítsák őt, cserébe pedig örök életet és hatalmat ígért nekik. De csak néhányan tudták szolgálói közül, hogy kiszabadulás az idő kerekének összetörését ellenőrizni, és végső soron mindennek vége szakadna. Fenyegetésre válaszol az idő, kipörgette, az idő kereke, bocsánat, kipörgette a sárkányt, a fényhűsét. Ő egy férfi asztalály volt, név szerint Lusterain Talamon, aki összetítette a fény minden szövetséges és gonoszok ellen. Sötétus börtönének meggyengülését követő évszázadban kitört a nyílt háborúskodás, gonoszság szellembe bejárta a világot, és az emberek egymásnak ugrottak. 10 évnyi kilátástalan küzdelem után úgy tűnt a fénysergének vereséggel kell szembenézniük, ezért aztán a sárkány és hűséges követői kockázatos kaland során elmentek a sötét úr börtönéhez, ahol képesek voltak őt pecsétek segítségével elzárni a valódi világtól, de tökéletlenül. Ugyanis utolsó pillanatban a sötét úr megfertőzte az egyetlen hatalom Sidin felét, aminek az lett a következménye, hogy az összes férfi Aes Sedai megőrült. Az örület idejének nevezett korban az egyetlen hatalom használatával természeti katasztrófákat okoztak, földrengéseket, árvizeket, melyek a világtöréshez vezettek, és az addig ismert világ megszűnt létezni. Korábbi fejlett és utopisztikus társadalom szép lassan egy középkorias, barbarisztikus világba süllyedt vissza, a régi tudás pedig szinte teljesen elveszett. És azért érdekes, hogy gyakorlatilag, sőt még érdekesebb lesz majd a dolog később, de hogy láthatjátok, hogy itt is meg annyi mostani modernebb, ennél sokkal újabb megjelenés, hogy modernebb fantasyben a jövő az úgymond technikai fejlettségben a múlt, és a középkorba térnek vissza, és itt is ez a helyzet. Ilyen volt még egy kicsit a Shannara krónikái annó, nem is olyan rég, elég nagyon bukott is a tévésorozat is, meg egyébként a regény sem olyan nagy siker, mint azt annó gondolták. Itt is az a helyzet, csak itt sokkal földhöz ragadtabban van megold a dolog értelemszerűen és logikusabban fel van építve. Vagy ugye volt nemrég ez a ragadozó város, akkor aztán ott is körülbelül ez a helyzet, hogy kezd vissza süllyedni a társadalom, annak ellenére, hogy vannak ragadozó repülő, illetve nem repülő, de mozgó városok, de ugye azon kívül egy barbarisztikusabb, középkoriasabb a társadalom. Ugye is egy érdekes dolog. Egyébként őrületében, hiszen ő is megörült Luz Turin, megölt mindenkit, aki fontos volt számára, ez utóbb rokonírtónak nevezték el. A sötét úr egyik főszolgálója Ishamael egy pillanatra észrevettem, amikor rájött, hogy mit tett, öngyilkosságot követett el. Az idő múlásával az összes férfi Aes Sedait megölték, vagy leválasztották az egyetlen hatalomról, mert azt már csak a nők tudták biztonságosan használni. A női Aes Sedaiok voltak, akik neki láttak újjáépíteni a teljesen átrendeződött világot, akik azok a férfiak, akik ezután kerültek kapcsolatba a hatalommal, végül kivétel nélkül megörültek, és végül maga a sárkány is szóval változott. Az Aes Sedaiok egy része a férfi mágia használnak megölését, vagy ártalmatlan áttételét tűzte ki céljául. Jól emlékszem, a piros Aijai, melyek különböző ilyen Aijaiokban színekben oszlanak az Aes Sedaiok. Ezt meglátni fogjátok a sorozatban is, van itten piros, akik főleg ezt tűzték ki célukul, vannak a fehérek, akik azt hiszem védelmet talán tették középpontba, vannak a zöldek, akik a gyógyítás, egymás segítését, ilyesmi. Vannak a kékek, akik hát ilyen kalandozóabb típusúak, mint Morén is, mert Morén is a kék Ajahnhoz tartozik. Aztán nem is tudom, hogy kik voltak még. Voltak a feketék is, ez egy, hát gyakorlatilag egy áruló Aes Sedai rendekik. Ilyen szempontból nézzük, nem is a tagja az Aes Sedainak, bár ugyanazon hatalmi erővel rendelkeznek, de gyakorlatilag a sötét Aes Sedai-ok, fogalmazhatunk így, nem jelve a feketék. Tehát ezeket is majd látni fogjátok láthatóan a trailerekből a sorozatban. Az ezt követő 3,5 ezer évben, mint egy idős szövetsége előtt, milyen érdekes mi, emelkedtek fel és buktak végül a civilizációk.
Sokasodtak gondok és bajok, melyek oly nemessé tették az egyre távolabb lévő legendák korát. A békés időszakot háborúk követték, két nagyobb háború zajlott ekkoriban. A néhány évszázadig elhúzódott Trallok háború, melyben a sötét űrszolgálóra folyt a harc, és a százéves háború, megint egy történelmi utalás, mely végül Sasszárnyi Artúr király birodalmák felbomlásához vezetett. Sasszárnyi Artúr fontos lesz majd valószínűleg a sorozatban is, tévésorozatban is, a regényben. Ők kicsit egy ilyen elveszett, van benne egy kis Atlantis sztori, egy kis Amerika felfedezése sztori is igazság szerint, és hogy egy bukott nép, melyik meglévő tagja igazából, és katonai ereje, mint kiderül, visszatér és próbálja visszahódítani ilyen korábbi területeit, a gyarmatosítás is ilyen szemben egy fontos központi elem. Itt van egy érdekes rabszolga elem az Aes Sedaiokkal szemben, így fogalmazok, de nem akarok többet mondani, azért nektek is valami újdonság jusson. Szóval ez egy érdekes szál lehet a klasszikus sötét úr szál mellett, ami egy kicsit egy-két egyedi vonása vagy vonásán kívül azért eléggé átlagos és megszokott, de ez a vonal, és egyébként a fehér köpenyesek, akik már biztosan benne lesznek a tévésorozatban, szintén egy érdekes vonal. Ez egy ilyen vallási fanatikus csoport, akik igazából az Aes Sedaiokkal szemben jöttek igazából létre. Jó dolgokat akarnak rossz eszközökkel, szóval egy elég érdekes dolog. De ami igazán érdekes lehet, a művekben elrejtett kisebb utalások. Alapján az a kor, amelyben a történetek játszódnak, a mi világunk egyben, a távoli jövőben és a távoli múltban egyszerre, a kerékforgása miatt ismétlődő ciklusok okán. Ugyanis a regények során a kerék két állása közül a harmadikban van. A másodikban volt a legendák kora, amely szintén nagyon régen volt már, de az azt megelőző kor az első kor. Emlékeim már meglehetősen kopottan és elfelejtve még mindig léteznek. Mutatványosok mesélnek Lenről, a hősről, aki felrepült a Holdra egy tüzes sason. És Shaliáról, lányáról, aki a csillagok között járt. Ez egy utalás Junglerre, az első amerikai űrhősre, aki az űrben járt. A sas pedig Neil Armstrong a sas leszállt kijelentésére utal. Milyen érdekes, nem? Szállja pedig nem más, mint Sally Ride, űrhajós, de mesélnek még két óriásról, Moskról és Merkről. Moszk, aki a tüzes lándzsájukat képes volt bárhol elérni a világon, vagy lándzsájával képes volt bárhol elérni a világon, nem más, mint Moszkva és atomrakétája, egy kis hidegháborús utalás, Merk pedig Amerika a hidegháború idején. Ezbert királynő nem más, mint második Erzsébet brit királynő, Ma Teresz, a gyógyító pedig Kalkutai Teréz anya. A mű egyik fejezetében Táncsikó múzeumában különös dolgokat őriznek. Egyedülre már kihalt állat a zsiráf maradványát, illetve egy furcsa kör alakú tárgyat háromágú csillaggal, mely nem más, mint egy Mercedes autó logója. Ugye, hát mint a Mad Max-ben is, az ilyen logók és maradványok szinte szent áhítattal tiszteletüttek. Úgyhogy tisztelet járt nekik. Itt is különböző ez a helyzet, de azt hiszem volt ilyesmi a Shannara krónikáiban is. Az előzmény regény az Új tavasz címmel jelent meg, amit teljes egészében igazából azért tettek ki az első 10 könyvet a 14 pluszból, vagy 14 könyvből meg már elolvasta, meg tudta. Ez él, azt hiszem így kellene ejteni, él háború végén játszódik, ez egy nagyon fontos esemény, ami valószínűleg a sorozatban, tévésorozatban is említéssel lesz. Megelőzi 100 évvel, 100 évvel nem, de ilyen 30-50 évvel a fősodorban történteken, és nagyon fontos pontját képezi Moraine életének is, és kalandjainak. Ennél többet nem mondanék, hogy nektek susson valami igazán egyedi és új. A varázsarokról annyit mesélnék még, hogy ez a mágia alapja, ugye, amit láttunk majd a tévésorozatban, és az egyetlen hatalom, amelyet ugye az Aes Sedaiok tudnak használni, most már csak nők, korábban ugye férfiak is használhatták, hogy ezt már említettük. És mindkét erő annó, mind a férfi kirábban, mind a női szájdár vonal további öt ágra bomlik, föld, víz, tűz, levegő és a lélek erejére. Akik képesek az erő kontrollálására, legalább egy típust uralnak ezek közül, a legjobbak képesek akár az összesre. A női erő használók képesek egyesíteni erejüket, de a férfi erő nélkül mindössze 13-an képesek erre, és egyiknek meg kell irányítani az egészet. Ha egy férfi is segít, akár 72-en is lehetnek, de ez már legalább 6 férfi kell. A legerősebb köröket tökéletes egyensúly képes létrehozni, ez mindig legalább egyáltalán nőre van szükség, mint férfira, és ez nagyon sokszor egy csomó
harc során középpontba kerül a könyvek tekintetében, úgyhogy gondolom a tévésorozatban is fontos része lesz, hogy hogyan használják fel ezeket a mágikus hatalmakat, illetve hogy együttes erővel hogy tudnak célra törni, bolygó kapitánya, tudjátok. A legendák korában az egyetlen hatalmat egyformán használták férfiak és nők, amelyek fantasztikus dolgokat alkottak, de a világtörés óta az egyetlen hatalom meggyengült és használatához szükséges tudási javarészt elveszett. 13 gonosz személy, akit taszítottak, akik szintén fontos részét fogják képezni a tévésorozatnak, a ők azok, akik elhagyták a fényt és az árnyak közé vonultak. Ahó! Nazgulok! Megtartották a régi tudást, amely különösen erőssé és veszélyessé teszi őket. Az egyetlen hatalom Sidin fele a sorozat kezdetén már 3000 éve rontás alatt áll, ha valami férfi megpróbálja használni, előbb-utóbb megőrül. Ezért aztán a női mágia használnak az Aes Sedai-ja felkutatják ezeket a férfiakat, és ha nem képesek őket leválasztani az egyetlen hatalomról, végeznek velük. Mágia használó nők rendkívül hosszú életűek, akár néhány száz évig is élhetnek, és ez igaz lehetne a férfiakra is, de a rontás miatt már jóval előbb meghalnak. Egyébként ezért is érdekes meg a történetben az Aes Sedai-okat, nem úgy, mint Gandalfot, de ahogy láthatatok, Gandalfot sem mindenki jókedvűen várta, illetve hívta meg valahova is, vagy üdvözölte volna. Itt az Aes Sedai-okra ez kb. A köbön érvényes. Nem csak emiatt, mert ott a Fekete Ajax, amiről azért többen is hallottak már, hanem az, hogy tudják, hogy az Aes Sedai-ok a céljai kedvés érdekében sokszor bármire képesek, és ez néha egy negatív áldozatot is hozhat. Ezek mellett néhány Aes Sedai-ok meg tud őrülni hatalom használatától, akár nő is. A férfiak ugye egyértelműen ezt tudják is sokan, illetve félnek, hogy a sárkány ott lehet valahol a közelben, aki akár rombolhatja is a világot megvédése közben, mellett vagy helyett. Szóval nagyon érdekes dolog ez. Úgyhogy mind a sárkánytól nagyon sokan félnek, a sárkány utánzatoktól is, akik ők azt mondják, hogy ők a sárkány, de ők igazából hamis sárkányok, mert abból csak egyetlen van, igazán. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy a hamis messiás és várás és profécia várás és annak megélése is azért jelen van a sorozatban, különböző szektáknak a működése, illetve a megőrülése, a hiszékenység, nagyon sok elem benne van a könyv sorozatban, ami érdekes lehet majd a tévésorozatban is. Léteznek különböző mesterségesen létrehozott tárgyak, a Ter Angrelek, melyek szintén képesek egyetlen hatalom használatára, a Szár Angrelek pedig megnevelik használójuk meglévő erejét. Előbbieket a hétköznapi emberek is képesek lehetnek használni. Az Angrelek legerősebb az úgynevezett Kuandilar, amely bár tárgy mégis gyakorlatilag elpusztíthatatlan. Létezik egy gonosz változata is az erőnek, az úgynevezett igaz hatalom. Igaz érdekes, ezt miért igaz hatalomnak hívják, ami a gonosz változata, de mindegy. Ennek az ismerete és használata a sötét úrhoz kötődik, és rendkívül veszedelmes. Az egyetlen hatalom használata nem egy egyszerű dolog, főként azok számára, akik csak ismerkednek vele. A túlzott használata ahhoz vezetett, hogy a használó igényesen elválthat, leválhat az egyetlen hatalomról, de ennek halálos végeredménye is lehet. Na igazából talán ennél lenne a lényeg. Ugye azt mondottam, hogy a mágia használók jelen pillanatban ilyen főként nők, az Aes Sedai-ok női változata, Tarvalon városában felépített fehér toronyban élnek, választott vezetőjük az Amrilin trón irányítása alatt. Ez úgymond a királynőjük igazából vezetőjük. Csak így hívják egyébként legtöbb helyen Amrilin trón. Tehát trónul ül, de ennek elére egy szeméről van szó. Világ felé, mint egy egységes szervezet mutatkoznak, de belül különféle frakciók Aja alapján hierarchizált szervezetben működnek. A könyvek idején az Aes Sedai-ok mindennapi politikai konfliktus felett állnak, tevékenység pedig kimerül a mágia használat kontrollálásában. Egyes uralkodók tanácsadóként hallgatnak rájuk, máshol viszont boszorkányoknak tekintik őket, és tevékenységük tiltott. Az Aes Sedai-ok legfőbb tevékenység az egyetlen hatalom használatára képes emberek felkutatása és nőtársai kiképzése. Egyik frakciójuk a Vörös Aes Sedai feladata pedig a férfi mágia használatok felkutatása és ártalomtalanná tétele az egyetlen hatalomról történő leválasztása. Igen, a többit azt pedig is meg tudjátok a sorozatból igazából. Jövő nem lesz Louis Theramon is, valószínűleg visszaemlékezésben, illetve egy új Logan nevű, hát sokak által hamis sárkánynak gondolt személy. Ez is fontos részét fogja képezni a történeteknek. Ami még érdekes lehet, az a hát ilyen farkasba váltás képessége, de nem vargolásról van szó, hogy trónokharcában, de talán még valószínűleg az lehetne legjobban hasonlítani, de nem egy az egyben.
és különböző szintjei lesznek ennek. Egy bizonyos karakter fog tudni ilyet csinálni, megismerkedik először persze másokkal is, akik erre megtanítják, és már régóta szintén tudják. De ez az egyik, hát kisebb-nagyobb főszereplő, ezt nem szóval a fő főszereplő, de ez egy nevesebb karakter, itt elárulok. És egy érdekes vonal lehet, bár nekem nem mindig jött be a regényekbe, meg fogunk ismerkedni új frakciókkal, vagy népcsoportokkal. Lesz egy ilyen, hát leginkább egyébként a cigányokra hajazó konkrétan népcsoport, ugye mint ahogy volt a His Dark Materials, tehát a az új sötét anyagai tekintetében is egy ilyen népcsoport, itt is hasonló. Aztán meg fogunk ismerkedni a már említett fénygyermekeivel, akik mint voltam igazán egy ilyen érdekes vallásos szekta, aki jónak mutatja magát is, tényleg fénygyermekei és fehérre öltöznek, de közben belülről eléggé sötétek, meg agyilag is egyébként sokszor. Meg fogtok ismerkedni a száncsályokkal, hát talán így kell ejteni. Ha már említett Sasszárny Artúrhoz lesznek távoliak köthetőek. Elég érdekes hierarchiájuk lesz, és lesz egy érdekes rabszolgatartó módjuk is. Részben már hallhattátok, hogy mire gondolok, de ott sem mondtam el teljesen, meglátjátok. Aztán az élek is, egy ilyen pusztában élő, egy ilyen, hát nem a Dothrakihoz hasonló, de azért az hasonlatos, inkább így fogalmaznék, négy csoportról van szó, akikben elég durva harcosok vannak, elég nagy érdekes múltjuk van, és ők is várják a sárkányt maguk módján. Aztán meg fogtok ismerkedni Fáldarával, itt már az első évadban láttam, hogy lesz. Ez egy érdekes hely. Ez egy régi birodalomnak egy része, már nem teljesen van jelen úgy, ahogy régen. Egyébként nagyon sok ilyen királyság és birodalom van a történésekben, amit remélhetőleg a tévésorozatban is meg fogunk ismerni, illetve nagyon sok helyszín, Kémlin, például Hokáér, a két folyó vidéke, és az ott lévő falu, ahol elkezdenek a kalandok. És ez a falu egyébként nagyon hasonlatos, hogy az első regény nagy része egy Gyűrű Szövetségéhez, viszont magyarosabb. Tehát ez érdekes lesz majd itt a sorozatban szerintem, hogy ha hasonlóan kezdődik, hogy pálinka, javasasszony, kolbász, mindenféle magyaros dolog előjön konkrétan. Legalábbis a regényben így fordították. Meg mutatványosok, meg ilyesmi, mondjuk azok voltak máshol is, de ilyen magyaros stílus van, legalábbis így volt leírásban. Nagyon érdekes volt, ezt nem tudom, hogy át fogják-e venni, de számomra érdekes volt. Aztán Shadar Logoth, egy eléggé sötét, szó szerint is sötét, de minden szempontból is átvitt értelmes sötét hely is. Fontos részét fogja képezni a tévésorozatnak is láthatóan, illetve hát a könyvnek is. De aztán vissza is fogunk ide térni később. Ez egy olyan hely, ahol még a sötétség szolgái is sokszor félnek. Kicsit olyan, amikor Morgoth, ugye Sauron főnök annó nagyon félt még maga Ungoliántól is, még ő is, aki elvég a leghatalmasabb, de az már olyan hatalmasra nőtt sötétségében, hogy nem tudom, talán ehhez hasonlított egy picit ez a Shadar Logoth, mert többet nem mondanék. De érdekes, lehet, ahogy vagy Tarvalon helyszínen, ahogy ugye képzik az Aes Sedaiokat, szintén egy fontos hely lehet majd. Van egy ilyen portál kapu, hát hogy le, nem is tudom, Boltívnak, hogy minek hívják ezt igazából, portából tív, amivel gyorsan lehet utazni. Egyetlen lehetőség arra, hogy egy helyszínre gyorsan, ne 100 nap alatt térünk oda. És már az első könyv is, valószínűleg itt az első évad végén láthatóan, használniuk kell a főszereplőknek, anélkül nem érnének idővel oda, ahova szeretnének. De amikor bemennek, képzeljétek egy kicsit Móriát, egy kicsit más szemszögből, csak még 20-szor horrorisztikusabb módon, legalábbis a könyvben én egy ilyen érzést éreztem, mint a Móriába mennénk be, csak nem bányák közé, de ugyanolyan, sőt, még sokkal sötétebb van, és sokkal félelmetesebbek a helyszínek, illetve a karakterek, amik ott vannak. Aztán pedig a végén egy érdekes végső összecsapás. Egyébként nagyon sok ilyen nagy összecsapás is szerepel a történésekben. A kitaszítottak is fontosak lesznek a tévésorozatban is, ezt elmondták a készítők, és a könyvben is nagyon fontosak, és mindegyik elég érdekes képességeket tudhat magáénak, szóval erre is vagy érdemes lesz figyelnetek. Hát igazából röviden tömören egyelőre ennyi, várjuk meg a sorozat első pár epizódját, meglátjuk milyen lesz, de nagyon sok érdekes elem vegyült tehát ebben a történetben, úgyhogy egyáltalán nem kell leírnotok csak egy gyűrűk ura koppintásnak, mert ugyan az első könyve 14 plusz 1-ből legalább a fele az nagyon hasonlít, de összességben ez egy eléggé vegyes, mixelt történet, nagyon sok egyedi elvonással megfűszerezve, de nem lopkod azért olyan sokat, mint gondolnátok, de van azért, ami ismerős lehet innen-onnan.
És hát a történelmünkből is nagyon sok elem visszaköszönhet, de ez a legtöbb fantasyben így van. Sokan azt hiszik, hogy nem, de a fantasyben pont, hogy nagyon sok az olyan inspiráló elem a történelmünkből, és annak meg nem tanult mondani valójáiból és tanulságaiból táplálkozik, amire talán jobban kéne figyelni az átlag embernek, a történelmet szerető embereknek. És nem teszik, ezért van a fantasy. Na hát búcsúzom tőletek, viszontlátásra. Sziasztok!